Tisztelt Országgyűlés! Ungár Péter, az LMP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Merre tovább otthonápolási díj címmel? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Rétvári Bence államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, képviselő urat elfogadja a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kérje a választ? Elfogadom, igen. Mármint a válaszadó személyét? Igen. Önni a szó, Ungár Péter képviselő. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, az otthon ápolás kapcsán rengeteg lemaradása van még mindig a kormánynak. Annak ellenére, hogy az egy pozitív előrelépés volt, amit tavaly tettek az ellenzéki képviselők és civil szervezetek nyomására, ez a probléma még nincs megoldva, az otthonápolók helyzete nem lett rendezve. Négy dolgot várnak el az érintettek a kormánytól, négy lépést kéne a kormánynak megtennie aznak érdekében, hogy ez a helyzet rendezésre kerüljön. Az első, hogy az otthonápolási díj nőjön meg 100.000 forintra azoknál az embereknél is, akik nem gyermeküket, hanem idős szülőjüket vagy egyéb rokonukat ápolják otthon. Második, azt a pontrendszert, amit a szakmai szervezetek és az érdekképviseletek elutasítottak és szakmaiaknak tartottak, ami miatt több ezer, főleg autista gyermeket nevelő szülő kieshet a gyotból, azt vonják vissza, szüntessék meg, legyen elég a diagnózis arra, hogy megítéljék ezt a 100.000 forintot. A harmadik az, hogy a nagyszülői gyód intézményét vezessék be, föl tudja venni a nagyszülő is azt az otthonápolási díjat, amivel így a szülő ki tud menni a munkaerőpiacra, és a negyedik pedig az, hogy a nyugdíj mellett is lehessen igényelni a gyermekápolási díjat. Jelenleg ma Magyarországon nem lehet arról keresztény demokráciáról beszélni, ha egy ember, aki demens, mondjuk Alzheimer koros édesanyját ápolja, 55.000 forintot kap. Ön válaszként el fog mondani egy 15%-os emelkedést, mondja ki, hogy 55.000 forintnak mennyi a 15%-a. Az a helyzet, hogyha önök komolyan gondolják a családi értékeket, és komolyan gondolják azt, hogy keresztény demokrata módon kormányoznak, akkor azok az emberek, akik a gondoskodó munkát végzik, megérdemlik azt, hogy legalább 100.000 forintot kapjanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt várom, ki lesz a legbátrabb ellenzéki képviselő, aki egyszer bocsánatot mer kérni az ápolási díjban részesülőktől, akik az otthonápolási díj kategóriában vannak, amiért itt a parlamentben nemhogy nyomást nem gyakoroltak a Fidesz-KDNP-re, de még a gomnyomást sem vállalták azoknak az embereknek az érdekében, akiknek a leginkább szüksége lett volna az önök támogatására. Hiszen december 12-én, amikor 100.000 forintra emeltük a gyermekek otthongondozási díját új kategóriaként bevezetve, és döntöttünk arról, hogy 2022-ig minden ápolási díj 30%-kal emelkedik, és amikor arról is döntöttünk, hogy 2022-ig a gyermekek otthongondozási díja évről évre úgy fog emelkedni, hogy 22-re eléri az akkori minimálbérnek a szintjét, akkor egyetlen egy ellenzéki képviselő sem támogatta ezt, sőt, fizikai erőszakot alkalmaztak annak érdekében, ez nem csak a magyar, de más parlamentarizmus esetében is példátlan, fizikai erőszakot alkalmaztak annak az érdekében, hogy akár a levezető elnök ezt a kérdést föltegye szavazásra. És most sem elnézést kérnek, hanem rögcsélnek és nevetgélnek ezen. És amikor, ha már szavazásra föl tudta mégis a fizikai erőszak ellenére tenni a kérdést a levezető elnök, egyikőjüknek sem volt annyi bátorsága, hogy sípolás, dudálás és konfetti dobálás helyett oda menjenek a képviselői helyükre, és legalább ennél a szavazásnál megnyomják a szavazógombot, és támogassák az ápolási díjaknak az emelését. Másik törvényolvasatnál oda tudtak menni, mert az önöknek fontos volt, lényeges volt, annál kivételt tudtak tenni az általános hőbörgésből, de ennél a szavazásnál ez nem volt önöknek eléggé fontos. Ezt alárendelték sok minden másnak, azt mondták, ennél a szavazásnál mi inkább sípolunk, mintsem, hogy az ápolási díjban részesülőknek a jutatásait megemeljük. Ha önökön múlt volna, 15 milliárd forinttal fordítanánk kevesebbet az otthonápolókra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselő úrnak egy perces viszont válaszra van lehetősége. Államtitkár úr, ebbe a cinikus válaszba innentől Mócföldig remegett a nagy magyar föld. Az a helyzet, hogy önnek
amikor itt rendkívüli ülést kezdeményezett az ellenzék ebben a kérdésben, önök nem jöttek be a munkahelyükre. Miről beszél? Miről beszél? Hát fölvettek teljesen törvénytelenül egy ülésnapot, amikor a szocialista képviselőtársaknak a módosítóit nem engedték leszavaztatni, fölvettek törvénytelenül valamit, megpróbáltuk ezt valahogy jelezni önöknek, nem sikerült, ezt a módszert alkalmaztuk, de önöket nem érdekelte az ügy. Önök azt mondták az egyeztetésen az érintetteknek, hogy hozzanak be egy normaszöveget. Nem tudom, itt van-e még Selmeci képviselőtársunk, de őneki volt egy 2004-es normaszövege, az megfelelhetett volna. Önök ezt a kérdést addig föl se vetették, amíg az ellenzéki képviselők nem hozták be a parlamentbe ezt a kérdést. Önöket nem érdekelte ez egészen addig, amíg közleményeket nem lehetett kiadni, meg az Echo TV-ben nem lehetett bemenni, elmondani, hogy Magyarországon minden rendben van. Szánalmas, szánalmas. Köszönöm szépen. Egy perces viszont válaszra van lehetősége. Államtitkár úrnak is. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Nem gondoltam volna, hogy rá tudnak tenni még egy lapáttal, de nem csak, hogy nem engedték volna megszavaztatni, nem csak, hogy nem szavazták meg, most még azt is elmondják, hogy törvénytelenül szavaztunk arról, hogy megemeljük az ápolási díjakat, tisztelt képviselő, hölgyek és urak. Azért szerintem az érintettek nagyobb tiszteletet érdemelnek, és tisztelt képviselő úr, ez egy rendes ülésnapon, rendes napirendként szerepelt, ott kellett volna erről vitatkozni önöknek, és ott kellett volna támogatni. Amíg nagy szavakat lehet mondani az utcán, addig önök hangosak, amikor viszont szavazni kéne, akkor valamiért elsúnyognak. Hadd idézem önnek a mozgáskorlátozottak egyesületének országos szövetségének közleményét. Akik a leginkább érintettek, az ellenzéki politika nem értette meg a felelősségét. Ez nem egy újabb lehetőség a kormány megbuktatására. Erre válasszanak más terepet. Senki nem lesz attól érdekvédő és harcos ellenzéki, hangosan kiabál, együttérző arccal mosolyog a kamerába, átgondolatlanul beszél és hergére tömegeket. Legalább őket hallgassák meg, ha minket nem hallgattak meg. Köszönöm szépen. Köszönöm államtitkár úr.